Következő lakásgazdálkodást érintő döntések meghozatala. Az előterjesztés, ez is egy összetett, tartalmazza az eddigi intézkedésekről az összefoglalót, hogy hány lakás értékesítése van folyamatban, mennyi az ebből származó bevétel és a tervezhető bevétel. Tehát jelenleg 50 millió körüli az az összeg, ami befolyt, és 80 millió az, ami ebben az évben beérkezik. A lakásgazdálkodás nem csak azt jelenti, hogy azokat az ingatlanokat, amikre nagyon sokat kell költeni, és szükséges a tulajdonosváltás és a tulajdonosoknak a tőkének a bevonása a megújításhoz, és nem csak azt tartalmazza, hogy az életveszélyes vagy nagyon romos épületeket el kell bontani, hanem ami lakott és több család által lakott épület, azoknak a karbantartása, felújítására is költeni kell, valamint a lakásállománynak a növelésére is szól az előterjesztés. Az előterjesztésnek a határozati javaslata egyrészt tartalmazza javasolt felújítási sorrendet, és ahhoz hozzárendelni az eddig befolyt keretből 10 millió forintot, hogy annak a terhére a szükséges felújítások megtörténjenek, hogy az állagmegóvás meglegyen, és akkor erre egy felhatalmazás, hogy ezeket megrendeljük, megcsináltassuk. Tartalmaz a határozati javaslat arra vonatkozóan javaslatot, hogy kezdjünk-e bele a Kossuth tér 4-nél a tetőfelújításba olyan feltételekkel, hogy ott lakások kerüljenek, három lakás kialakításra, terveztessünk, kivitelezzünk, döntsön róla a testület. Most még a társasházasítást megelőzően is a tulajdonosi hozzájárulásokat beszerezte a hivatal, hogyha abban az esetben, ha lett volna külső pályázó, hogy ezt megcsinálja és értékesíti a lakásokat, akkor a tulajdonosi közösség lemond arról, hogy a tetőtér tulajdon jogáról lemond a közös javára. Tehát ez még rendelkezésre áll, de pályázón nem volt rá, tehát az önkormányzat kívánja ezt továbbvinni és megterveztetni, kivitelezni, tehát ez is egy döntési lehetőség. A másik döntési lehetőség a lakás gyarapítására a Körösi 12-ben a komfort nélküli 4 lakás helyett 3, de komfortos lakás kialakítása, mert ennek az értékesítése kétszeri nekifutása is eredménytelen lett, tehát az értékbecsült árnak a felét kívánják adni érte, amiért viszont nem lehet elidegeníteni a Nagykörösi 12 épületét. A harmadik lakásállomány gyarapítására lehetőség az üres telkeknek a hasznosítása. Az előterjesztés ugyan a Lidl telket fogalmazta meg, bizottsági ülésen elhangzott, hogy az üzletháznak a helye is ott van, tehát akár a meglévő terveket hasznosítva kiépíteni, megépíteni, mert érvényes építési engedélyünk van, meg egy évre még meg lehet hosszabbítani, alul az üzletekkel, fölül a lakásokkal, és azzal is 14 lakás, új lakás megépíthető. Új lakás építésénél az előterjesztés azt is tartalmazza, hogy az önkormányzat, mint gesztor és felügyelő vesz részt a projekt megvalósításában, ha dönt a testület, az előkészületi munkálatokat végzi el, és időközben építőközösséget hoz létre, hogy akik ebbe tulajdoni hányadot kívánnak szerezni, azok be tudjanak szállni a beruházásba, és a anyagi hozzájárulásokat is figyelembe véve, akkor ez egy közös beruházás, ami meg megmarad az önkormányzatnak hasznosításra, az megmarad úgy bérbeadásra, vagy üzlethelyiségeknek a bérbeadására. Bizottságok megtárgyalták, megoszlóak a vélemények, a meglévő lakásállomány karbantartását, veszélyelhárítását, felújítását minden bizottság támogatta, tehát ennek a 10 milliónak az odaítélését tudja támogatni a képviselőtestület. A Kossuth tér 4-nél bizottságok döntő többsége nem támogatta, hogy a társasháznak a tetőcseréje megvalósuljon és lakások kialakítása legyen, és mint ahogy elmondtam, a Lidl-telek és a piac területe az, ami még kérdéses, hogy akkor arra terveztessünk, mármint a Lidl-teleknél készüljön-e a projekt ötlet alapján a tervpályázat, vagy ne készüljön, erről kell
vitát folytatni, illetve javaslatokat megfogalmazni. Semmi nem lefutott, amit a testület szeretne, kapjunk egy egyértelmű útmutatást, hogy a hivatal milyen irányba dolgozzon, menjen el, dolgozzon, ne dolgozzon, kap a feladatot, vagy nem kap feladatot. Kérem. Ja, még van egy, része az az ötödik. A határozati javaslat, a talajterhelési bírságból befolyó összeg a környezetvédelmi alapba kerül, az jelenleg 3 millió forint, és ennek a felhasználására készítenénk szeptemberre anyagot, hogy azok az önkormányzati lakások, amelyek komfort nélküliek, de csatornacsónkra rendelkezésre áll, akkor a komfortot fokozzuk, illetve kötessük rá az önkormányzati lakásokat, amelyek még nincsenek a csatornára rákötve, mert a szabálysértés az önkormányzatot is terheli, hogyha van. Úgyhogy a komfort nélküli lakásokból komfortfokozat növelésével, vizes blokk kialakítása, kézmosási lehetőséggel, villámhely, illetve a csatornára való rákötés. És akkor ebből készülne anyag, ez is támogatást nyert a bizottságok által. Tehát az egész előterjesztés 5 határozati javaslatából 2 az, ami többséget élvez. Az egyik a meglévő lakásállománynak a felújítása, karbantartása, a másik pedig a környezetvédelmi alapból készüljön előterjesztés, hogy a csatornára rákötés és vizes blokkok komfortfokozat kialakítása. Megadom a szót. Habony elnök úr, a szót, tessék parancsolni. A döntés mindenféleképpen meghatározó több éve előre, hogy hogyan döntünk e tekintetben. Nekem az a véleményem, hogy csinálni kell, nem jöhet a magyar szó, hogy csinálni. Néhány lakást tényleg klasszul, komfortosra, összkomfortosra megcsinálni. Lásd, ma hónap nem lesznek csak nyugdíjas orvosaink. Ha valaki kezébe veszi a heti ceglédi hirdető újságot, kérem szépen a Benudi gyógyszertár gyógyszerészt hirdet Abonyba, kérem szépen. Tehát nekünk azért készen kell lenni, és akkor semmi többet nem mondtam, csak az egészségügynek egy vékony szeletét, ahol várhatóan lakásokra lesz szükség mindenféleképpen. A litterekkel én konkrétan nem kezdenék semmit, tehát nem terveznék rá semmit, hanem igyekeznék minél szélesebb körbe meghírelni, hogy itt a város centrumába, központjába van egy ekkora és ekkora terület, beruházókat várunk, kérem szépen, esetleg megjelölni, hogy milyen projekt keretében, amiben benne akarunk lenni, nem akarunk benne lenni, figyelembe véve ugye azt is, hogy ez egy iskola tőszomszédságában van, ahol 700 körüli partizán van, tehát ez se lehet közömbös, kérem szépen, egy napi többszörös áruszállítással foglalkozó cég esetében. Abban tökéletesen egyetértek, hogy azok a lakások, amelyek még hát nem azt mondom, hogy menthetők, hanem rendbe tehetők, emberi életvitelre alkalmassá, kritika nélkül alkalmassá tehetők, ezeket természetesen rendbe kell rakni, és az értékesített lakások árbevételéből, vagy eladási árából, kinek hogy tetszik, egy jottányit nem szabad másra, csak lakásra fordítani, kérem szépen, és ezt úgy gondolom, hogy pótlólag még a pénzügyi bizottság is fölveheti az ellenőrzési pontjai közé mindenféleképpen. Hát ha a piac, nagyon örülök, hogy egyes képviselőtársaim, akik ezellen voltak korábban, azok most kezdenek ebbe kicsit más véleményen lenni, hát meg kell nézni azt is, kérem szépen, hogy amennyiben az újra a város elképzelésének megfelelően alakulna, akkor rögtön egy csapásra egy tucat lakás megépülhetne mindenféleképpen, aminek esetleg egy része
saját tulajdonná válhatna már a beruházás kezdetekor, más része pedig az önkormányzati lakásvagyont tudná gyarapítani. Köszönöm szépen! Köszönöm. További hozzászólás. Dr. Balangó László képviselő úr, a szót esik. Köszönöm szépen! Megint visszatérek oda, ahova mindig is vissza fogok térni. Itt most beszélünk nagyon sok 10 millió forintról, 60-70 millió, 80 millió forintról. Én azt gondolom, hogy az egyes és az ötös határozati javaslatot azt mindenféleképpen támogatni kell. Én úgy gondolom, hogy azokat a lakásokat, amik felújíthatók és lakhatóvá tehetők, és a komfort fokozata növelhető, azokat fel kell újítani, illetve a komfort fokozatokat növelni kell. Akár még itt az egyes határozati javaslatban foglalt 10 millió forint összeget akár megemelve is. Mert azért itt, ha megnézzük, csak 9 ingatlanról van szó, és teljesen egyetértek Habony képviselő úrral abban, hogy lakásokat kell teremteni, azért, mert nincsenek például orvosaink, nincsenek gyerekorvosok. Ezek sajnos ma Európában verseny van ezekért az emberekért, az ilyen nagy tudású emberekért, és nyilvánvaló ebben a versenyhelyzetben csak akkor tudunk orvosokat idehozni, például orvosokat idehozni, hogyha megfelelő ingatlanokkal rendelkezünk. Én a lakásépítéseket, az új lakásépítéseket nem támogatom, azért, mert egy új lakásépítése nagyon sokba kerül, és az árát csak nagyon, nagyon sokára hozza vissza, tehát több 10 év alatt. Én inkább azt mondom, megint csak, hogy a befolyt összegekből félre kell rakni az utcáknak a javítására. Azért, tehát ezek nem választási gondolatok, meg nem azért mondom, mert népszerű akarok lenni, hanem azért, mert fel kell készülnünk arra, hogy megépül a négysávos négyes út, itt lesznek a cégek az ipari parkban, és ugye Budapest nagyon gyorsan megközelíthető lesz, fel kell készülnünk arra, hogy fognak ide jönni emberek, akik tudnak majd vásárolni ingatlanokat, és jelen pillanatban nagyon sok utcában elhagyott ingatlanok vannak, aminek ugye fönnáll annak a veszélye, hogy ide valakik, önkényes lakásfoglalók például be fognak költözni, és nem tudunk velük mit kezdeni. De ha van utca, akkor az ingatlanokat sokkal könnyebben el tudják adni. Tehát egy ilyen pozitív externális hatása lehetne, vagy lesz annak, hogyha fejlesztjük a közlekedés képességét a városban. És ez érinti a belterületi utcákat, és érinti a külterületi utcákat is, mert például, hogyha egy dűlő út a Táborhegyen, megmosolyogtató, de megint ezt mondom, normálisan meg van csinálva, akkor az Újszászi úton Szolnok sokkal könnyebben megközelíthető, nem kell keresztül menni a városon. Én azt kérem a tisztelt képviselőtestülettől, hogy gondolja ezt meg, lesznek befektetők, akik fognak jönni a Bonyba, megvásárolják az ingatlanokat, lesz pénzük építeni, le fogják dúrni a régi romos házakat, de ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, ahhoz utcának kell épülnie. Tehát útnak kell épülnie. Nem, és én nem értek egyet itt a 80 meg 140 millió forintos dologgal, ami már elhangzott. Hát a pályázatban ez van, egy teljesen befejezett aszfalt útról van szó, aminek vannak szegélykövei. De mondjuk, ha megnézzünk egy dunántúli gazdag önkormányzatot, egy dunántúli gazdag önkormányzat, például Balatonfüred önkormányzata keszekiköves utcákat vagy utakat épít a külvárosába. Tehát jól közlekedhető, könnyen javítható, töredéke az aszfaltnak.
külvárosi jelleget biztosít, egy probléma van vele, hogy porol. De lehet vele rajta közlekedni, lehet javítani, és nincs gondja vele az embereknek. Úgyhogy én azt kérem, hogy inkább ezekbe fektessünk pénzt, és ne új lakás építésébe. Köszönöm szépen. Képviselő úr, sehol egyik pályázatban sincs szegélyköves út. A dűlőutaknál út alap szerepel a pályázatban. Azt a pályázatot, amit a Táborhely dűlőre, Belső Erdőre és a temető dűlőre beadtunk, abban nem aszfaltos dűlőutak szerepelnek. Nem szerepelnek. Az maga az útalap készítése több kilométer hosszan ennyibe kerül. Pont azért, hogy traktorokkal, nehéz gépjárművekkel megközelíthető legyen, a gazdálkodókat kiszolgálja, 40-50 centis útalappal szerepelnek. De nincs aszfaltos út betervezve ebbe. Csak figyelembe véve, hogy traktorokkal, pótkocsis traktorokkal, kombájnokkal járnak ezeken az utakon. Utat szeretnénk, 20 utca, belterületi utca került beadásra, pont azért, hogy az ott élők, akikre még a testület még nem tudott pénzt szánni, tehát van még 20 utca, ami beadásra került, nem nyert a pályázat. Tessenek segíteni, lobbizni, hogy nyerjenek ezek az utcák. Amit meg a testület hozott döntést korábban, hogy a lakások eladásából származott vissza az önkormányzati lakás és nem lakás üzlethelyiségek, tehát a felépítményekre, épületekre költi vissza, erről már van egy testületi döntés. Lehet, hogy képviselő úr ezt nem szavazta meg, mert nem szavazza meg a zárszámadást, nem szavazza meg a pénzmaradvány felhasználását, nem tetszenek megszavazni a költségvetési rendelet módosítását, de a pénz felosztásáról úgy rendszeresen tetszenek utat építeni, arról a pénzről, amit nem hagynak jóvá. Mert egyetlen egyszer a 2014 óta egyetlen egy költségvetési rendeletet, annak módosítását, zárszámadását és maradványpénznek a felhasználását nem tetszettek jóvá hagyni. Úgyhogy mi is szeretnénk utat építeni, de a saját korábban hozott határozatainknak meg érvényt szerezni. Tehát ha egyszer arról döntött a testület, hogy ami bérleti díj meg lakáseladásból származik, azt a lakásállományra és az önkormányzati épületekre, tehát itt azért hangsúlyoznám majd az ellenőrzésnél, hogy az szerepelt, hogy az önkormányzati épületekre kell visszafordítani, arra is költjük a pénzt. Lehetnek véleménykülönbségek, de ennyire más, hogy a lakáspénzt a lakásra szánt, vagy az épületekre szánt pénzt útra költsük, ezt nem lehet támogatni. Jegyző úr, kért szó. Köszönöm szépen. Engedje meg a képviselőtestület, hogy felolvassam a hatályos lakástörvény 62 szakasz harmadik bekezdését. Ez arról a önkormányzati lakások értékesítéséről szóló származó bevételnek a felhasználásáról rendelkezik, amelyek ugyebár az állam tulajdonából kerültek önkormányzati tulajdonba. Legjobb tudomásom szerint az összes jelenleg értékesített ingatlan az ilyen módon került önkormányzati tulajdonba a rendszerváltáskor. A passzus ezt mondja: az önkormányzat az 1-2 bekezdésben említett bevételt lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrális beruházásokra, különösen új lakás építésére vagy új vagy használt lakás vásárlására, lakóépület teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére, városrehabilitációra, EU forrásokhoz önerőbiztosítására, önkormányzati helyi támogatás nyújtására, lakóövezetbe sorolt építési terek kialakítására, közművesítésére, lakásszélű állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti támogatások odaítélésére, lakbér támogatásra fordíthatja. Tehát maga a központi jogszabály is egyértelműen rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a lakásszektorból, a lakások értékesítéséből származó bevételt egyértelműen egyrészt, hogy külön számlán kell nyilvántartani, másik oldalról pedig, hogy ebbe a lakásszektorba kell visszaforgatni az önkormányzatnak. Erről döntött a képviselő testület is egyébként, minden egyes döntésének a végére oda tette, hogy ezt elkülönítetten kell számlán tartani. Így van, tehát a képviselő testület eleddig
ezen jogszabályi előírások mentén intézte a lakásgazdálkodását. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyobb ívű városrehabilitációs, és ahogy elnök úr is mondta, talán belterületbe vonás és lakóövezet kialakítás, stb. Keretében lehetne esetleg abba az irányba elmennünk, hogy a külterületeknél útépítésre ebből valamilyen összeg fordíthassék. Nem teljesen kizárt, de mondom, egy ilyen nagyívű fejlesztési kategória keretében. Közvetlenül az, hogy ezt az összeget mi átcsoportosítjuk gyűrűútépítésre, a törvényi passzus kizárja. Köszönöm szépen. Dr. Balangó László képviselő. Köszönöm szépen, az 5 másodpercet gyorsan kihasználom. Akkor azt javaslom, köszönöm a konstruktív hozzászólását jegyző úrnak, tehát nagy ívben van rá lehetőség. Akkor azt javaslom, hogy azt fontolja meg a képviselőtestület, hogy az elhagyott ingatlanokat vásárolja meg a város, az elhagyott romos ingatlanokat, hogy legyen építési terület, amit utána el tud adni, vagy bérbe tud adni. Ez az egyik. A másik dolog visszatérve a pályázatra. A pályázatunk azért nem nyert, mert a belterületi utak fejlesztéséről szóló pályázat arról szólt, hogy gazdasági tevékenységet érintő, gazdasági tevékenységet fejlesztő pályázatok fognak nyerni. Mivel eredetileg a Mátyás Király útról gondolkodtunk, amely az ipari park kialakításához szükséges lehet, de csak 300 méterre lett volna elég a pályázati pénz, ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy akkor ne az legyen, hanem legyen nem tudom hány utca, aminek viszont a gazdaságfejlesztő ereje az nulla volt, ezért nem nyert a pályázatunk. Ezért nyert a többi önkormányzat, és mi pályázatunk viszont nem nyert. Köszönöm. Köszönjük, legalább ennyivel okosabbak vagyunk, ugyanis ez az elutasító levélben, hogy elutasították a támogatást, nem szerepel. Úgyhogy köszönjük az információt, akkor ennek megfelelően a következő alkalommal másképp fog elkészülni. Legfeljebb 6 ütemben épül meg a Mátyás Király út. Olyan lesz, mint a Duna híd, ami nem jön sehonnan, meg nem vezet sehova se. De valamikor majd csak elkészül a 8-asnak az eleje is, meg a vége is. Habony István elnök úr kért szót, tessék parancsolni. Ki tudja azt megmondani a terembe, hogy mindazok az összegek, amiket korábban szociális alapon lakásépítési támogatásként, illetve visszatérítendő kamatmentes hitelként adtunk, hogy ennek mi a szaldója? Mennyi folyt be ebből, mennyi van kint, hány lakást érint ez, ki foglalkozik ezzel most a hivatalban? A humánpolitika, vagy a hatósági osztály foglalkozik, a szociális ügyek osztálya ott van náluk. Tehát a szociális kölcsön, meg első lakáshoz jutóknak a támogatása mind. Írásban készítünk anyagot, hogy visszamenőleg hány évre kéri elnök úr? 5 évre, 10 évre? Hány évre kéri visszamenőleg az anyagot, hogy hányan kaptak? Tehát meddig menjünk vissza az adminisztratív teendőkkel? Ameddig látunk. Jó. Meg tájékoztatjuk. Jó, nem tudom fejből megmondani. Meg lesz. Nem látok több hozzászólást. Egedi doktor kíván szólni. Tessék parancsolni. Na, akkor kenyerem egy részét jegyző úr elvette, ezt már nem mondom a jogi folyamatát ennek a történetnek. Azt meg a televízió nézőknek szeretném tájékoztatásul közölni, hogy én azt gondolom, és szerintem biztos vagyok ebben a gondolatban, hogy ebben a testületben nem csak egy ember akar utat építeni, hanem mindenki utat akar építeni. És szeretne minél többet építeni, mióta én a képviselőtestületeknek tagja vagyok, az összes képviselőtestületre, hovatartozástól függetlenül minden tagjára el lehetett mondani, hogy mindenki szeretne minél több utat és jó minőségben megépíteni. De ha már eljutunk oda, mondjuk majd a következő választásig, hogy sok és jó minőségű út épül meg, akkor javaslom többeknek figyelmébe, hogy lehet akár egy jó szlogán, hogy jó úton járunk. Igaz? Tehát az útépítésekről jutott most ez hirtelen eszembe, de visszatérve a napirendhez, a napirendnek a lényegéhez, ugye
Örömmel hallgatom azokat a hozzászólásokat, mert most kettőt minimum hallhattam, hogy arról szólnak, hogy hát lakások kellenek, kell ide majd orvost hívni, stb. Stb. Hát ez első hallásra tényleg ez nagyon jó hangzik, hogy csak akkor jön ide valaki, hogyha van lakás. De akkor nézzük meg ennek a gyakorlati oldalát, hogy ezt esetleg végig gondoltátok többen. Ugye a magánorvosi praxis az praxis jog. Az szakemberhez, illetve az örökösökhöz kötött tulajdon, vagyonértékű jog. Megvan annak az eljárási rendje, hogy kerülhet, milyen módon vissza az önkormányzathoz. Na, akkor kell az önkormányzatnak pályáztatni, akkor kell az önkormányzatnak ebbe intézkedni. De ha másik oldalról nézzük, hogy kell lakás, mert fel kell ajánlani lakást, akkor jön esetleg vidékről valaki, akkor itt állandó jelleggel üres lakásokat kellene fenntartani az önkormányzatnak. Jó minőségű, első komfortfokozatú üres lakásokat. Akkor nem egyet ezek szerint, hanem többet. Akkor viszont visszautalnék a képviselőtestület döntéseire, lakásértékesítések témakörében. Itt voltak, meg talán még van üres, bérleti teherrel nem terhelt lakásaink. Piaci alapon, lakástörvényen kívül ezt pályáztatta az önkormányzat, és ott van az anyagban, hogy mennyit értékesített belőle. Akkor nem az kellett volna ezen logika mentén, hogy nekünk kell üres lakás? És ezt folyamatosan fenn kell tartani, mondjuk 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, ki tudja mennyit. Ha nem az lett volna az egyszerű megoldás, hogy ebben a társasházban, akik bent laknak, megveszik a lakástörvény meg a helyi rendeletünk által megszabott kedvezmény által, és az abból befolyó összeget ezekre az üres lakásokra ráköltjük, felújítjuk, komfortfokozatát rendbe tesszük, vagy megemeljük, és akkor teljesen egy olyan társasház jön létre, amiben az önkormányzat, mint tulajdonos rendbe rakta, akik újonnan megvásárolják, szintén érdekeltek abban, hogy a saját lakásaikat és együtt meg közösen a külcsint rendbe tegyük. Akkor nem ezt a döntést kellett volna inkább meghozni. Én ezt elmondtam az ügyrendi bizottság ülésen is. Mert akkor ilyen kiinduló pontból ezt kellett volna meghozni, meglátásom szerint. Mert akkor igaz lett volna az a mondás is, hogy saját tulajdonra jobban költ mindenki. Az önkormányzatnak lett volna forrása, a új tulajdonosok, egykori bérlők új tulajdonosok meg a sajátjukra akkor jobban költenek. Akkor lehet, hogy ez kellett volna. Kicsit rosszul is érzem magam, amikor erről a témáról újra kell tárgyalni. De most már ez a hely jó elúszott. Azért jött a következő gondolat az ügyrendi bizottság részéről, hogy itt elhangzott, hogy minimum 80, de lehet, hogy 100 millió forint fölötti összegben összeáll egy pénztömeg, amit ugye a jegyző úr elmondott lakásépítésre vagy lakhatásra kell fordítani. Akkor közben bent volt a javaslat, hogy lidlütelek, ötletbörze. Akkor föltettem a bizottsági napirend tárgyalásánál a kérdést nyilvánosan, hogy most az önkormányzat 41 néhány milliói az üzletház piacprojektet megterveztette, annak az üzletházra eső költsége ott van a fiókban, több 10 millió forint még az is, minimum 30. Közben önön magunknak akarunk ötletelni, pályáztatni, további 10 milliókat belefetszelni, hogy legyen egy új üzletház és lakópark, oda egy, mit tudom, 200 méterre. Akkor ezért született a javaslatunk, hogy nézzük meg, hogy a válság volt 2008-ban, eltelt most már 9 év, lassan 10 esztendő. Van-e olyan piaci szereplő, aki olyan összeget be tud tenni a meglévő terveinkre, hogy az Abonyi Önkormányzat visszakapja minimálisan a tervezési költségeit, hozzájusson ahhoz a pénztömeghez, amennyiért megvásárolta a Kóptól a területet, a saját önkormányzati terület mellé, és plusz még valami haszonnal, hogy mi ezzel dolgoztunk, meg inflálódott a papírokba a tervekben a pénzünk. Minimum ez az induló alap, én azt gondolom, üzletileg, hogy a város vagyonát megőrizzük, és akkor ebből befolyó összeget, azt a 80, ki tudja hány millió forintot, meg tegyük bele akkor mi oda a lakásokba, a többinek az üzleti kockázatát és mindenét, azt meg vállalja egy befektető. Nem volt itt képviselő senki ellen ennek az üzletháznak, nagyon nagy tévedésben van képviselőtársam, nem tudom, kire tetszett gondolni, vagy kire gondoltál.
akik kritikát fogalmaztak meg, azért fogalmazták meg, hogy a város jól járjon. Nekem meggyőződésem az üzletház és piac projekt már állna, ha nem ez a műszaki megoldás született volna, a kompromisszum a kompromisszumának a kierőszakolását követően. Személyesen úgy tudom, hogy te is voltál monorom. Volt képviselőtársunk, megmutatta neked a piacot egy budapesti út alkalmával, ebben biztos vagyok, te magad mesélted. Ott nagyon egyszerűen a piac, a Szilágyi Erzsébet úti üzletház megoldásával volt ötvözve. Semmi más nem kellett volna most, és azt mondom, ezt ide ötvözni. És akkor már ez az egész már el lett volna felejtve réges-régen, vagy volt még előtte egy befektetőnek a javaslata, amit meg tudjuk, nem akarok időt húzni, tudjuk, hogy nevele tartozik, hogy kik és miért, milyen megfontolásból buktatták meg. A fölött is eltöltöttünk egy esztendőt, minél nem igaz. Na, köszönöm szépen, csak ennyit. Hogy ne legyen szorongása senkinek sem, hogy a Kossuth téri lakásokat kijelöltük eladásra. Önkormányzatnak főleg, tehát van többfajta is, de kettő lakástípusa van. Az egyik az önkormányzati érdekből köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, és ide sorolnám a piaci alapon bérbeadandó, mondhatjuk úgy, hogy magasabb kategóriájú összkomfortos ingatlanok. Ilyen az egyik kategória, a másik pedig a nagyon alacsony bérleti díjért a hátrányos helyzetű szociális alapon bérbeadott lakásállomány. A Kossuth téri lakásoknál már nem lehetett azt mondani, hogy ezek az, mire eltelt 40 év, rengeteget kellett volna rákölteni. Jelenleg egy jó bérlői állomány, meg azok is vásárolják meg elsődlegesen, tehát van egy-kettő üres, amit piaci alapon, de sikeresen, jól tudtunk értékesíteni, és ezekkel a társtulajdonosokkal együtt közösen lehet majd pályázni energetikai pályázaton, mint társasház, nyilászáró cserére és az összes többire. Ezt meg kellett lépni. Ezen nem kell meditálni. Igény van a bérlakásokra, persze nagy arányban szociális bérlakásra, ez viszont nem igazán úgymond önkormányzati érdek, mert tudjuk jól, hogy akik benne vannak bérlők, a lehető legkevesebbet fordítanak arra, hogy karbantartsák. Bérleti díjat sokan nem fizettek, nem egy kilakoltatás alatt állt, sőt, le is amortizálták az ingatlanokat. Azokat a nagyon rossz állagú, romos épületeket, amiket elbontottunk, nem kell sajnálni, az elfelejtődött. A meglévő szociális alapon bérbeadott lakásokat fel kell újítani, de ami elhangzott Balangó képviselő úrtól, Habony képviselő úrtól és bárkitől, az igényes bérlakásra továbbra is szükség van. Ezt nem kell belőle sok. Nem arról van szó, hogy sok kell. És nem is kell mindet önkormányzati tulajdonban megtartani, mert erről szól az építőközösség, hogyha fiatal házasok nem akarnak kertet művelni, és családi háznak az összes nyugével foglalkozni, de új életet akarnak kezdeni, a szülőtől leválni, és önálló életet kezdeni, akkor ők szívesebben, fiatalok ma szívesebben bérelnek lakást, vagy vesznek társasházi ingatlant, mint családi házat. Tehát ezért van az a javaslat, hogy el kell gondolkodni, hogy üzletház területén, vagy a Lidl-telken belekezdeni egy építőközösség létrehozásába, tervek alapján kiajánlani, el lehet ott adni előre, ha az önkormányzat áll mögötte, akkor szívesebben szerződnek, mint egy magánvállalkozóval, biztosabbnak veszik a beruházást, és akkor lehet építeni önkormányzati tulajdonú lakásokat, meg el is lehet adni, és ugyanúgy társasházasítani kell. Az üzletháznál nem csak az volt a gond, hogy egy 10 éves megtérülési idővel olyan bérleti díjak és olyan eladási díjak jöttek létre, amit nem lehetett megfizetni, hanem ne felejtsük el, hogy van rajta egy kocsma felépítmény, amivel kapcsolatban pereseljárásunk volt.
És bár volt egy peren kívüli megegyezés, a mai napig probléma, hogy az a felépítmény, az a kocsma ott van, tehát közel nem egyszerű, hiába van építési engedélyes tervdokumentációnk, ezért készült a létlitelekre, ami teljesen per, tehermentes, önkormányzati tulajdon, és még mindig előbb látok abból, ha még egy ötletpályázatot írunk ki, hogy előbb meg fog épülni ott üzletekkel, parkolókkal, köztérrel, játszótérrel, társasház, az iskola szomszédságában, mint az, a piac területén, ami még mindig probléma a kocsma miatt. Úgyhogy én nem erőltetem, hogy most ebben most szülessen döntés. A gazdálkodásról szóló döntések meghozatalánál problémákat hoztuk elő, hogy ezekbe kezdjünk el dolgozni. És amit jegyző úr elmondott, ez a pénz, ami rendelkezésre áll, ez lehet egy alapja egy új társasház építésének, lehet vele terveztetni, építőközösséget létrehozni, meg a meglévő lakásállományokat felújítani. Mészáros László képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, csak nagyon röviden reagálás, belterületi utak. Hát, hogyha én megnézem, mi a mondjuk .hu-n, hogy kik voltak a nyertesek, és hogy mi ott hátrányba szorultunk volna velük szemben. Miről, melyikről beszélsz? A 20 belterületi közút elutasításáról beszélek. Tört el 98 millió forintot kapott, kocsér 51 milliót. Úgy látszik, hogy nagyon nagy ipari parkjuk van, és emiatt voltak versenyképtelenek. A gazdasági kettővel, két kis településsel kapcsolatban. De egyébként én úgy emlékszem, hogy januári döntéskor arról volt szó, hogy azokban az utcákban, amikkel pályázunk, valami vállalkozások működjenek. Össze is volt. És többé-kevésbé minden egyes úton, én szerintem nem akarok mind a 20 utcán végigmenni, de szerintem mindegyikben működik. Plusz meg még egyéb szempontok is voltak, ami alapján lehetett pontokat kapni. Nem tudom, kicsit savanyú a szöllő, hogy nem épült meg a 20 út, de azt hiszem, hogy a magyarázatot ne abba keressük, hogy ipari parkra lehetett volna pályázni. Köszönöm szépen, röviden ennyit szerettem volna mondani, és tényekkel alátámasztva. Én gondolom, hogy Kocséron nem 51 millióból kell ipari parkot építeni, vagy illetve utat építeni az ipari parkhoz. Nem olyan nagy település az. Köszönöm szépen. Akkor most mondom, hogy lezárom a vitát, nincs több hozzászólás, és sorra szavazunk, ami megkapja a döntést, annak megfelelően dolgozunk, amin meg nem, akkor azzal nem. Az első határozati javaslat az a felsorolom Munkácsi Mihály 9, Körösi 3, Baross Gábor 3, Szolnoki 92, Árpád út 12, Népút 18, Szavasz út 3, Vas út 118. Ezek szociális bérlakások, és nem egybe több család is lakik. És a legvégén Arany János 2, ami nem szociális alapon, hanem önkormányzati érdekből, de ez a legjobb állapotú, ezért van a sor végén. Ezeknek az állag megóvására, felújítására 10 millió forintot az idei költségvetés, ebből a keretből biztosít a képviselőtestület, és a sorrendnek megfelelően a karbantartás felújításra felhatalmazást ad a képviselőtestület a keret erejéig. Erről szól az első határozati javaslat. Aki ezzel egyetért, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Tizenegy igennel elfogadta a testület. A kettes számú határozati javaslat arról szól, hogy a Körösi út 12-ben a három darab új lakásnak a kialakítása, komfortos lakásnak a kialakítása, összkomfortos lakás kialakítása, amelyhez a legkedvezőbb ajánlatot kivitelezés, tervezés szempontjából a Tolnátó adott 24 millió 599 ezer 900 forint összegben. Aki támogatja, hogy itt engedélyes terv és kivitelezéssel együtt ez megvalósuljon, három darab 55-60 négyzetméteres összkomfortos lakás, ami már
pályakezdő fiatalok, helybe visszatérő fiataloknak a letelepedését tudja elősegíteni. Kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Tíz igen, egy nem, egy tartózkodással megszavazta a testület, köszönöm. A következő határozati javaslat. Kossuth tér 3-4-nek a tetőterének a megtervezése három lakás kialakítására készüljön tervdokumentáció. Ez a bizottságok által nem támogatott javaslat volt. Ez szerintem elvethető, úgyhogy tervezzük meg. Várjunk vele. Aki azzal egyetért, hogy ezt most ne terveztessük meg, várjunk még vele. Végül is a tető és tetőszerkezet nincs elavult állapotban. Ott a csapadék vízelvezetéssel volt tavaly gond, amit megoldottak, legalábbis bízom benne, hogy nem lesz augusztus 20-án ismételten nagy esőzés miatt beázás. Aki ezzel egyetért, hogy egyelőre várunk vele, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Anikó, lemaradtál. 12 igennel elfogadta a testület, hogy akkor ezzel most még nem foglalkozunk. Talomba tartjuk. Következő a lidditelek, ott a hasznosításra tervpályázat kiírása szerepel kizárólag, mert jó lenne tudni, hogy egyáltalán mit lehet oda építeni, mekkora területen, és az ötletpályázat az nem egy elvetendő. Nagy összeget nem kér, mert magához a bírálathoz, illetve a pályázati díjazáshoz 1 millió mennyi van, Károly? 1 millió 300 ezer forintot igényel, és az egyetemeknek, műszaki főiskoláknak kerülne megküldésre, hogy diplomamunkához, ha javaslatokat tesznek, a jelenlegi helyépítési szabályzatnak megfelelően a beépítésre és hasznosításra javaslat szülessen. És még ezt követően mindig dönthet úgy a testület, hogy belekezd, megterveztet, vagy nem terveztet. A tervpályázaton indulóknak le kell mondani a szerzői jogról, tehát nem jelenti azt, hogy nekik kell tovább tervezni, vagy velük lesz tovább tervezve és álmodva. Ahhoz, hogy lehessen hasznosítani ezt a területet, ahhoz a testület által valami koncepciónak jóvá kell hagyni, amit ki lehet ajánlani. Tehát ami szó volt róla, hogy hirdessük meg, keressünk meg partner, befektetőt, ahhoz valami látványnak lenni kell, hogy na mi ezt szeretnénk, és ehhez tessenek már árajánlatot adni, meg partnerek lenni, mi adjuk a területet, kérünk cserébe lakásokat vagy üzlethelyiségeket. Erről szól ez a határozati javaslat, hogy írjunk ki pályázatot, tervpályázatot, és erre szánjuk a díjazásra, és az építészkamara van benne, főépítész a bírálatban, de természetesen a testület fogja jóváhagyni, hogy melyik a nyertes pályázat. Habony képviselő úr. Hogy kérdezem már meg, hogy ennek beszéljünk meg, hogy mi döntünk meg, ezt akarjuk meg, azt akarjuk. Én, amióta itt ülök, és jóvá hagytam a főépítésznek a Abonyban levő ténykedését, mint abonyi embernek a városban való ténykedését, kérem szépen, mit tett le nekünk az asztalra, hogy ezt így kell, hát egy városi főépítésznek meg kellene álmodni a város központját. Hát máshol ez így van. Adott városoknak 20 évig van egy főépítész, aki koncepciózusan összerakja. Itt meg mi görcsölünk itt laikusok, hogy mit kellene építeni, meg hát csináljon már, jó Isten áldja meg egy belső városrendezési tervet, hogy mit képzel el. Annak idején a kaput a Gajdos állotta meg. Kérem szépen. De egy városépítész, hát annak millió egy feladata lenne. Ne haragudjatok, nem bántam, de azt hiszem minden hónapban utaljátok neki a manita javadalmazását. De az, hogy itt egy papíré elmegy, amod elmegy egy papíré engem, az nem elégít ki. Tessék, tegye le a város központ tervezését, mit tudom én, december 31-ig. Álmodja meg,
legyen vita rajta, hívjuk meg a lakosokat, szervezeteket, kérem szépen, civil szervezeteket, képviselőtestületet, állampolgárokat, cégvezetőket, okos embereket, kérem szépen. Semmi. A munkának semmi kontrollja nincs. Az anyagban bele van írva egy mondattal, hogy van városépítészünk is. Hát azért engedtessék meg, senki nem kérdezi meg, hogy mit kellene csinálni egy városépítésznek. A főépítésszel megbízási szerződése van az önkormányzatnak, ami részletesen tartalmazza a díjazását és az cserébe elvárt feladatokat. Tervezési feladat nincs benne. Tervezésre külön megbízási szerződést kell kötni, ugyanúgy árajánlat alapján. Nem feladata megálmodni területet. Településrendezési eszközök, amire most a Pest tervet bíztuk meg, abban neki közreműködnie kell, ez benne van a szerződésében. Tehát, hogy hova, milyen magas épületet. Most adtunk megbízást az arculati kézikönyvre, hogy milyen legyen a település. Lakossági fórumot tartottunk, hárman jöttek el, a háromnak az volt a problémája, nem volt közese a arculati kézikönyvhöz. Az illegális hulladéklerakás, a csapadékvíz elvezetés, mi volt a harmadik téma, köze nem volt az arculati kézikönyvhöz. Ezt csak arra mondom, meghíreltük, benne volt az újságban, a honlapon, képviselőtestületi tagok meghívót kaptak, Balangó képviselő úr volt itt, őre emlékszem, meg te is, meg Erzsike is. De akkor tudják igazolni, hogy igazat mondok. Igazat mondok, vagy nem mondok igazat? Igazat mondok. Tehát nem arról szólt, hogy milyen város szeretnénk, tiszta város szeretnének, meg csapadékvízmenteset, de hogy épületekben mit álmodjunk meg, meg hogy milyen legyen az arculata a településnek, arról egyetlen egy mondat nem hangzott el. Tehát megvan a munkaköri, mármint a feladata föl van sorolva, annak megfelelően kapja a díjazást. Több szem többet lát, és sokszor a fiataloknak a gond. Tehát én azért merem mondani, hogy akik diplomamunkában 500 ezer forintért, meg 300 ezer díjazásért megcsinálják ezeket a terveket, volt a birkózócsarnoknak is a látványterve pénzünkbe se került, akkor miért ne díjaznánk, írnánk ki, hát ha valakinek ez diplomamunkának jól jön, a főépítész meg majd benne lesz a bírálatban, meg másik pár építész, meg a testület. De nem feladat a városközpontot álmodni. Akkor már egyszer lezártam a vitát. Most már szavazásnál vagyunk, hogy a Lidl-telekre tervpályázatot ír ki az önkormányzat, aki ezzel egyetért, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Csak a tervezés van. 8 igen, 3 nem, egy tartózkodással elfogadta a testület. Köszönöm szépen. Következő határozati javaslat. A környezetvédelmi alap, jól mondom? Igen. Igen, környezetvédelmi alap hasznosítására szeptemberre hozzunk anyagot, mely tartalmazni fogja a komfortfokozat növelését és a csatornára rákötést ennek az elkötésére. Aki ezzel egyetért, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Igennel elfogadta a testület, köszönöm, akkor ezt a nagyon nehéz napirendi... Mi volt? Üzletház, azzal nem... Tehát foglalkozhatunk vele, írjunk ki pályázatot az üzletházra, problémás a telek a kocsma miatt. Gondoljuk át, jó? Kérem a segítséget mindenkitől, hogy mit lehet. Hát, az így igaz.